itt a tavasz a jó idő, és hát a labdarúgás szerelmeseinek is kedvez ez az évszak már. Milyen események lesznek itt Török Bálinton, illetve az elmúlt napokban még történtek? Folyamatosan tart a bajnokság. Ugye ez nem csak tavasszal, hanem ez szezonális, tehát már minden csapataink szinte harcba állnak. Most volt hétvégén egy rangadónk, az első helyzet, második helyzettel. Osztoztunk a, a, pontokon, tehát egy-egy lett az eredmény. Megnyerhettük volna, úgy érzem. Voltak olyan hiányzóink, akik eldönthették volna a meccset, de ledöntötte ez az új vírus őket a, a lábukról. Ilyen a foci. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ha azt az egészét nézzük, talán nyerhető lett volna, de a sors így akarta, tehát az ellen meg nem kell harcolni. A drukkerek mennyire voltak aktívak, mennyire jönnek és szurkolnak? Hát itt egy picit csalódott vagyok, mert talán nem tudtuk megfogni a, a, azokat a régi szurkolókat, akik a, a török-bálinti tornaklubot látják még mindig. De én azt gondolom, hogy aki kim volt, mert azért voltak sokan. Voltak sokan a hiszen szomszédvár összecsapás volt. Ez egy jó hangulatú mérkőzés volt. Nem volt balhép, olyan, amilyen egy, egy rangadónak lennie kellett. Egy kicsit meséljen a klub munkájáról, ugye a háttérmunkáról vajmi keveset tudunk, és ebbe is egy kis belátást engedjünk az emberek. Hát itt az egyik szemem sír a másik nevet, ugyanis a, a városvezetéssel összeraktunk egy projektet, ami áthúzódott erre, a, a, a szezóra, hogy egy élőfüves pályát is tudjunk építeni a, az Avoda utcában. Erre össze is raktunk majdnem 100 millió forintot, betöltöttünk már a, az MLS-nek a kasszájában, mert akkor még az országos pályavítési program keretein belül lehetett ezt megcsinálni. Tehát majdnem 100 100 milliót betöltöttünk, és a testület úgy határozott, hogy elengedi ezt a, ezt a projektet, úgyhogy ott elégettünk 100 millió forintot. Bár a másik szemem most meg nevet, hiszen van még lehetőségünk, most beadtuk újra, de most már az Egyesület pályázhat, akkor az önkormányzat pályázhatott, és azt hozzá kellett tenni, hogy az a pályázati programban önerő szükséges volt. Most az a szerencsés helyzet van, hogy nincs önerő, tehát az TAO felhasználható önerőre is, beadtunk arra is, ö, ö, ugyanazt a, a programot beadta, mint az Egyesület adta be, uh nincsenek illúzióim, mert nagyon kevés az összeg a megy, megyéknél. Megpróbálunk lobbizni, és megpróbáljuk ezt, ezt azt gondolom, hogy polgármesterről, és mindenki, aki ebbe tud segíteni, azt meg kénem, hogy, hogy segítsen, mert akkor meg tudjuk valósítani a élőfűves pályát az Obodó utcában, az iskola mögött. Illetve amit ide beadtunk, itt a villanyfény korszerűsítése lesz, tehát arra kaptunk ígéretet, az majdnem 30 millió forint értékben, ledesítjük a, a, világítást a pályán, és ezzel azért hozzájárulunk. Tehát mi nem csak kivevők a költség Vetésbe, hanem, hanem mi be is rakunk, tehát mi adjuk magam a pályázatokat, hozzuk ide a városba. Itt Török Bálinton valóban egy nagyon kellemes környezetben, ugye itt a madarak az erdő körül vesz bennünket. A fiatalok számára mennyire vonzó, ugye abszolút a futballra mondhatjuk azt, hogy, hogy sokakat megmozgat, ugyanakkor azért azt is tapasztaljuk, hogy a gyerekeket nehéz kimozdítani sokszor a gépek, a számítógépek mögül. Itt visszakanyarodnak a pandémiára. Tehát amit nagyon fontos tudni az Egyesületünkről, hogyha a 20 21 es évet, hogyha nézzük a zárást, akkor a, tehát az a nyári zárást, akkor a, a Pest megyei 180 egyesület, ami rengeteg csapatot akar, a második legeredményesebb egyesület a Török -Bálint. Tehát nagyon nagy költségvetéssel dolgozó egyesületeket tudtunk magunk mögé, ö, 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 magunk mögé tolni, úgy, hogy azért a mi költségvetésünk elenyésző az övéhez képest, és itt igazából a szeretet, a környezet, és az, hogy a, az hozza a gyerekeket, hogy a siker. Tehát azt látjuk, hogy a sikeres csapat csapathoz mindig könnyebb tartozni. Itt azért nagyon jó a szakmai csapatunk, és szerintem, szerintem most majdnem minden fogaskerék így a helyére fog kerülni, vagy helyére is került ebben a, ebben a török báninti világban. A tavaszi, illetve a nyári, koranyári időszakra mik azok a fontos mérkőzések, amik várhatóak? Hát ez a dosd fontos lett volna, mert a, a célunk az, és a, a, tehát azt kérték tőlünk a polgármester úr is, hogy jussunk följebb, vissza minél hamarabb megy egybe, ha a második helyzetként is föl tudunk jutni. Én azt gondolom, hogy ahogy tegnap is, mert tegnap is volt egy mérkőzésünk, tegnap hetet ruktunk az ellenfélnek, előző hétvégén ugye nem a Diósdin, akkor nyolcat, tehát azért nagyon jó a csapategységünk az öltözőben. És a fiatalok nagyon jól épülnek be, a török fiatalok a, a török bányti labdarúgás életében, és látom is, hogy várják már, hogy ők oda kerülhessenek, amit eddig itt nem volt, Én legalábbis nem tapasztaltam. Van-e valami egyéb dolog, amiben még szeretné, hogyha a fejlődés történne, gondolok itt akár ö, olyan, olyan háttér dolgokra, amiről szintén keveset tudhatunk, de mégis ami erősítené a klubot? Hát ami erősítené a klubot, az egyértelmű az élőfőes pályának a, a megléte. Ö, azt tudni kell, hogy itt egy korlátok közé, tehát elérjük egy idő után a korlátainkat. Én azt gondolom, felelős vezetőként ezzel nekem tisztába kell lennem. Tehát nem tudunk nem is akarnánk MB-s klubokkal versenyezni. Egyrészt az írdatlan költség, és ez, ez helyi szinten kell kezelni, tehát nekünk tehetségeket kell kinevelni. És ezért is mi igazából, ha az a szoktak dobálózni, hogy ez, ez országos, ötödosztályban van a felnőttünk, de ha meg az utánpótlást nézzük, az országos négy, meg harmadosztályok, tehát hogy mi utánpótlás nevelő egyesület vagyunk, nekünk a, a gyerekek a. a, a hivatásunk, ahogy az egyik edzőn fogalmazott, és itt volt egy szurkoló, aki ránézett a csapatunk, és aki hány éves az átlag életkor, akkor néztük, hogy 20 és 22 között lehet valahova belőle. Tehát borzalmasan fiatal csapatunk van, és így is veri a mezőnyt. Hány éves kortól lehet jelentkezni önökhöz? Hát igazából jelentkezni akár 4-5 éves, de 5 évestől tudjuk igazából igazoltatni. Akkor még a, a, a Mozgás szeretetét kell Tehát nem, nem focistákat nevelünk 5 éves kortól, hanem közösséget, csapatot építünk. Így van a, a mozgáskoordináció, hogy egyáltalán tudja, hogy milyen az, amikor csapatba kell, hiszen ez egy csapatjáték, amit sokan elfelejtenek, hogy hiába lehet valaki egy, valam, akkor toppon, ha tíz ember mellette éppen mélyponton van. Tehát... Nagyon jó, hogy kihangsúlyozta, hogy, hogy ez csapatjáték, és az élet további területein is nagyon fontos, hogy az ember akár a munkahelyén is majd nagyon jó csapatjátékos legyen. Mennyire meghatározóak azok az elemek, amik, amik a mozgáson túl segítenek a gyerekeknek, és pluszba, amit a foci tud adni? Hallottam már kritikákat, ugyanis a labdarúgás nem csak arról szól, hogy lejátszottuk a meccset, és hazamegyünk. A labdarúgás arról is szól, vagy legalábbis ez a törökbányi labdarúgás arról szól, hogy lejátszottuk a meccset, nyerünk, vagy veszítünk, ez most mindegy. Utána közösen leülünk, megesszük a, a... amit kapnak tőlünk, általában vagy pizzát, vagy főzünk minden csapatunknak, leülünk, megbeszéljük, átbeszélik, kivitatkozzák, lenyugszanak, és úgy engedjük őket el, hogy, hogy már, egy, már egy lenyugodott állapotban egy igazi csapatként, vagy hát egy, mondhatnám, hogy egy igazi családként mozgunk. Mit mondhatunk el átlagosan, mennyi, mennyi időt igényelez egy-egy gyermektől, hogy rendszeresen ugye hány alkalommal kell körülbelül jönni? A piciknél még elég a heti két edzés, két mozgás, illetve hogyha van bozsik tornájuk, az ilyen hétvégi program, ott is ilyen csoki tornának hívják, bár ezt nem szeretik a szervezők, de ott mindenki nyer, tehát az egy fesztivál, ott mindenki jól érzi magát a szabad levegőn. Amikor már tényleg verseny, verseny szemlélet van, ott már a heti három és a heti négy, Négy, tehát a felnőttek már a heti négyet is leedzik, plusz a mérkőzés. Tehát ez egy igazán, mi sokat kérünk tőlük, de azt láttam a szemekben, hogy ez nem, nem kényszer, hanem egy szeretetből csinálják. Tehát valaki már itt van egy órával előtt, tehát az minek jön? Azért, mert ő jó itt, jó szeret itt lenni. Igen, valószínű, hogy az, egész, az egészhez leginkább az ember szíve kell, hogy hajtsa, hogy ide, ide hozza ebbe a közösségbe. Mi az, amit az idei évben mindenképpen szeretne elérni, és a, ami az ön számára legfontosabb lenne a csapattal kapcsolatban? Hát a ó... Följutni a Megye 2 a felnőtt csapatunkkal, a jövőre nézve elindulunk országos bajnokságokon is, az utánpótlás szinten, mert már kinőttük a, a megyei bajnokságokat. Az élőfűves pálya, az, az, az nagyon fontos, igen, ezt mindig elmondom, és igazából, hogy a költségvetésünk stabilizálható legyen. Tehát ugye most lesznek majd a civil szervezetek támogatásai, itt is számítok meg én, hogy kemény csörtéket kell vívni, de szinte én vagyok az egyesületek közül, aki egyedüliként állok és próbálom az egyesületünket menedzselni, de az meg legyen a többiek dolga, én ezt szeretném rendbe tenni. Én azt gondolom, hogy ha ezek megvalósulnak, akkor akkor nyugodtan fekszünk le évvégén.